Fontos, hogy a magyar lakosok milyen jövőt szánnak Európának és az Uniónak. Ehhez kapcsolódik a jövő héten induló 8. nemzeti konzultáció is, amely a családok és támogatásuk védelmével foglalkozik, fogalmazott Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott Eger és térsége országgyűlési képviselője a Városházán rendezett előadáson. Az Európa jövőire összpontosuló fórumon Rákosi Balázs, a pénzügyminisztérium államtitkára azt mondta, a tagállamoknak dönteniük kell, hogy milyen utat, milyen irányt választanak. Hozzátette, az elmúlt évek válságjelenségei nem csak gazdasági természetűek, hanem mélyebb, történelmi, társadalmi gyökerű problémák, amelyek a kultúránkat, európai identitásunkat is meghatározzák. Az államtitkár úgy fogalmazott, az elmúlt években két nagy irány bontakozott ki. Az egyik a nemzetállamok jövője, a nemzetek Európájának filozófiája, a másik pedig a nyitott társadalom Európája. Ez a két világnézet áll egymással szemben. Egy olyan Európához csatlakoztunk, amely mindig azt tartotta magáról, hogy szabad nemzeteknek az összessége. Fontosnak tartotta azt, hogy büszke volt a keresztény kulturális örökségére és a gyökereire, az emberi méltóság, illetve a nemzeti öntudatnak a tiszteletben tartásához. Ez volt az az Európai Unió, amely létrejött a II. Világháborút követően. Elmondta, ezek tették az elmúlt 6 évtizedben az Európai Uniót az egyik legélhetőbb helyé a világban, és ezzel szemben indult az elmúlt években egy törekvés, amely figyelmen kívül hagyja ezeket az értékeket. Hozzátette, a nyitott társadalom iránya a nemzetek szerepét és jelentőségét a minimálisra kívánja visszaszorítani. Mint uniós tagállamnak, Magyarországnak is döntenie kell ebben a vitában. A magyar nagyvárosokat érintő fórumsorozat kapcsán felhívta a figyelmet a jövő év májusi európai parlamenti választásokra is.